Országos programsorozat Békés Csabán a lányok körében népszerűsítették a műszaki szakmákat. Madarak és tojások a dévaványai ecsegi puszták értékeit mutatták be a Túzok Fesztiválon. Csillagos ötös győzött Nyíregyházán és újra bajnok a BRS-e. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Teljesen megújul a 40 éves Körösladányi duzzasztó 2020 őszére. A teljes létesítményt 1 milliárd 700 millió forintos Európai Uniós támogatásból korszerűsítik, emellett a hozzátartozó kiszolgáló helyiségeket, de még a szolgálati lakásokat is felújítják. A Körösladányi duzzasztó Vésztő, Szeghalom és Körösladány térségében mintegy 31 ezer hektár területen biztosítja az öntözővíz ellátást. Kedden másodpercenként közel 10 köbméter víz haladt keresztül rajta. Megemeljük a vizet, akkor az megfolyik. Az öntözéshez egész 11 kilométerre fölmegy, és ott meg van is nagy vízkivétel, mert ott vannak nagy gazdálkodók, akik minára locsolnak, annak meg van vízigénye. Hegyi Gyula duzzasztógépész itt éppen a létesítmény gyakorlati hasznát magyarázza. Az elektronikus rendszernek köszönhetően 40 évvel ezelőtt automatikusan szabályozta a duzzasztó a sebes-körös szintjét a környéken, de ez a rendszer már elavult. Az 1 milliárd 700 millió forintos beruházásból ezt is kicseréli a kivitelező. Mivel két nyílású a duzzasztó, a felújítását lehetett ütemezni, az egyik nyílás nyitott, a másik nyílás elzárásra kerül, illetve a sömbakok beépítésével víztelenítésre kerül, tehát addig, ha úgy mondom, a fele fog működni a duzzasztónak, amíg a másik felét felújítjuk, és utána csere van. A duzzasztó működésére a térségnek folyamatosan szüksége van, mivel a szakemberek szerint a megfelelő vízgazdálkodás biztosítása nélkül a körösök vidéke vízhiánnyal küzdene, ezért nem állhat le a felújítás teljes idejére. Ugyanakkor ahhoz, hogy a jövőben is biztosított legyen a megfelelő vízellátás, szükség van a duzzasztó felújítására és korszerűsítésére. Szinte a teljes objektum megújul. Ez nem csak a szigorúan véve a beton szerkezeteket, acél szerkezeteket jelenti, de az üzemirányítás teljesen a kor mai színvonalának megfelelő lesz, akár távirányítással is kezelhetővé válik a duzzasztómű. A kövezik igazgatója hangsúlyozta, a Nemzeti Vízstratégia öntözés fejlesztési tervei és a klímaváltozás negatív hatásai miatt a jövőben elengedhetetlen a duzzasztó korszerűsítése, amellyel a későbbiekben a kapacitását is növelhetik majd. Újabb támogatói okirat született a Modern Városok Program Békés Csabai projektjei kapcsán. A kormány ugyanis támogatja azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyek a Békés Csabai ipari területek könnyebb elérhetőségét célozza. A beruházásokra állami és Európai Uniós forrásból összesen 4,5 milliárd forint érkezik a városba. Új kerékpárút épül Gerláról és Mezőmegyerről az északi ipartelepre, a Szabolcs utcán, illetve az építőkutya mentén, de felújítanak több parkolót és rendezik a csapadékvízelvezető rendszert Békés Csaba több pontján. Többek közt ezek a fejlesztések is beletartoznak abba a 12 elemből álló csomagba, amelyet nemrég a kormány is jóváhagyott. A Békés Csabai önkormányzat összesen 4,5 milliárd forintot fordíthat arra, hogy könnyebben elérhetővé válja az ipari területek. Mindezt a hazai forrású Modern Városok programból és az uniós finanszírozású TOP programból. Békés Csaba polgármestere szerint jó a kapcsolat az önkormányzat és a helyi cégek között. Ezt mutatja a most elfogadott fejlesztési csomag is. Ez a fejlesztési csomag nagyon nagy arányban a itt dolgozó cégek vezetőinek igényén nyugszik. Amikor ideértünk, akkor nagyon sokakkal beszéltünk, egyeztettük, főleg a meghatározó cégek vezetőivel, és most örömmel fogják, azt gondolom, ők is azt tapasztalni, hogy ez a jó kapcsolat a városvezetés, a cégvezetés és a magyar kormány között ez tovább erősödött.
A térség országgyűlési képviselője szerint a fejlesztések nem csak a csabaiakat, hanem a környékbelieket is szolgálják majd. Én legalábbis azt remélem, hogy érzékelhetően növelni fogja a város GDP-jét, a foglalkoztatotti helyzetet javítani fogja, és hogyha sok munkahely van, akkor az egy normális, könnyen érthető piaci szempont, hogyha sok munkahely van, akkor a munkaerő kereslet növekszik, és hogyha a munkaerő kereslet növekszik, ez a bérek növekedését is magával hozza. A képviselő hozzátette, hogy a beruházásokkal hosszú távon a térségek közti különbségek is kiegyenlítődhetnek. Békés Csabán kezdődött el a Tech Csajok elnevezésű országos rendezvénysorozat. A hétfői eseményre közel 400 Békés megyei középiskolás lány érkezett a Csaba Parkba, ahol 17 kiállító mutatta be munkásságát játékos formában. A smink alapanyagok készítését magyarázza egy szakember a lányoknak. Hozzá kellene még rakni szódabikarbonát, abból egy nagyobb kúpos kanálkát. Többen is tudták, hogy milyen alapanyagokból készíti a sminket. A céklaporral fogjuk beszínezni, vagy a hibiszkuszporral fogjuk beszínezni a pirosító alapanyagát. Gondolom a szemhéjpúdert meg szerecsendióval, vagy szegfűborssal, vagy kakaóporral fogjuk beszínezni. A Tech Csajok rendezvénysorozatot 2017-ben indította a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara. A rendezvény célja, hogy fiatal női középiskolás tanulók körében népszerűsítse a műszaki, informatikai és természettudományi tanulmányi lehetőségeket, mivel ez középtávon hozzájárulhat a szakemberhiány mérsékléséhez. Valószínűleg biomérnöki vagy vegyészmérnöki karra megyek, de lehet egy gépész vagy villamosmérnöki irány is. Még szóba jöhet. A Békési megye székhelyen megtartott esemény házigazdája Magyarország egyik legnagyobb vállalata volt, amelynek Körösladányi gyárjában mosó és háztartási tisztítószereket állítanak elő. Békés Csaba és ez a körzet nagyon fontos, hiszen itt van Körösladányban a mosó és tisztítószergyárunk, ami egy globális gyár. Ezért fontos számunkra, hogy itt a környékbeli fiatalokat megszólítsuk, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy rengeteg karrier lehetőség van, hogyha akár műszaki pályát választanak is. Nagy Ferenc Békés Csaba a polgármestere szerint nagy presztízs a városnak az, hogy a programsorozat kezdő helyszíne lehet, hiszen fontos, hogy minél több fiatal ismerkedjen meg a helyi cégek munkásságával. Ahhoz, hogy tényleg itt maradjanak Békés Csabán a fiatalok, ahhoz kell munkahely, stabil munkahely, kell jövőkép, és kell egy olyan vonzó környezet az előbb említett élhető város, ami miatt a fiatalok itt maradnak. Nyilván az elkövetkezendő években erre a két fejlesztési célra, területre koncentrálunk. A Békés Csabai nyitó rendezvény után a következő három napban további három helyszínen is találkozhatnak a Tech Csajok programmal a középiskolás lányok Budapesten, Debrecenben és Pécsett. 40 gyermek balatoni nyaralását fedezi az az összeg, amit a Békés Csabai Városi Jótékonysági Bál alkalmával gyűjtöttek össze még januárban. Az általános iskolás diákok 10 napot tölthetnek a Magyar-tenger déli partján, Balatonszárszón. Januárban a Jókai Színház vigadójában rendezték meg a városi jótékonysági bált, amelyen közel 2 millió forintot gyűjtöttek össze. A rendezvényen több mint 150-en vettek részt, de rajtuk kívül számos civil szervezet és cég járult hozzá pénzadománnyal a gyűjtéshez. Örülök annak, hogy ilyen sok jószívű segítőkész ember él Békés Csabán, aki segített a jótékonysági bál alkalmából, hogy minél több bevétel gyűjjön össze, hiszen ebből tudjuk a 40 gyermeknek a nyári 10 napos balatoni tartózkodását finanszírozni. A 40 gyermeket 10 Békés Csabai általános iskola igazgatója és pedagógusa választotta ki. Az egyik kisiskolás kimagasló tanulmányi eredményeinek köszönhetően vehet részt a júliusi kiránduláson. Én nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy én is mehetek, meg voltam lepődve, és hát a jó tanulmányi eredményeim, meg az, hogy ugye hárman vagyunk tesók. A tábor vezetője elmondta, a fagyizás és a mindennapos balatoni strandolás mellett sok érdekes programmal készülnek a gyerekeknek. Kirándulásokat is szervezünk, Sümegre, Veszprémbe, Balatonszentgyörgyre, illetve sétahajókázni is fogunk.
és természetesen rövid kis túrákat tenni, illetve mivel Balatonszászóra megyünk, és József Attila kötődésű helyről van szó, tehát természetesen a József Attila emlékház, illetve a temető látogatás és a programunk között szerepel. A szervezők bíznak abban, hogy a gyerekek egy felejtetetlen balatoni nyaraláson tudnak majd részt venni. A dévaványai ecsegi puszták természeti értékeit, köztük a túzokokat mutatták be az érdeklődőknek a harmadik túzok fesztiválon. A múlt hét szombati szakmai programokon botanikai túrák, madárles és gyűrűzés is szerepelt. Az esemény több száz látogatót vonzott a dévaványai és Terbec István túzokvédelmi látogatóközpontba. Dévaványán nem nyuszi őt a fűben, hanem a magyar természetvédelem emblematikus madara, a túzok. Bár Európa legnagyobb testű röpképes madara, ez a példány inkább elbújni próbált az érdeklődők szeme elől. A türelmesek így is meglesették a túzok mentőállomáson gondozott madarakat, sőt a mentett tojásokat is. Kékes színű az nagy valószínűséggel az a madár, amelyik először szaporodik, és ezeket az olívzöld tojásokat pedig már a idősebb tojótúzokoknak köszönhetjük. A tojások akkor kerülnek az állomásra, ha a szakemberek a természetben már nem tudják megmenteni őket. A Körösmaros Nemzeti Park munkatársai szakvezetéses bemutatókat is tartottak a látogatóknak a túzok védelemről és nevelésről. Tyúkoknak egy része nagyon stresszérzékeny és otthagyja a fészkét kint a szabad természetben. Ebben az esetben a természetvédelmi őr kimenve a helyszínre egy óráig, másfél óráig figyeli ezt az otthagyott fészket, és meggyőződik arról, hogy a tojó az nem megy vissza a fészekre. Ilyenkor begyűjti a túzok tojásokat. A szakember hozzátette, hogy ebben az esetben fatojásokat raknak a fészekbe, így ha a tojó a következő nap újra kotlik, akkor visszakapja a tojásait. Ezzel a módszerrel a 80-as évek 300 példányból álló populációját mára 551 egyedre növelték. Magyarország több mint 40%-a a túzok állománynak a Nemzeti Parkunkban él, és itt, ahol állunk, ez a magyar túzokvédelemnek is az egyik alapító központja, ugye a Dévaványa környéke, és ezért indítottuk el immáron harmadik alkalommal a túzokfesztivált, amely két nagy vezérvonalra van fölfűzve. Az egyik, hogy tematikusan összeválogatunk programokat. Az érdeklődők amellett, hogy bemehettek az egyébként zárt túzokmentő állomásra, és a Nesztánc utolsó mozzanatait is meglesették, számos szakmai program közül választhattak. A látogatóknak családi programokat és kulturális műsort is kínáltak, amely a dévaványai és környékbeli települések néprajzát mutatta be. Megszerezték 5. bajnoki címüket a csabai röplabdás lányok. A BRS-en múlt hét pénteken a döntő 4. mérkőzésén legyőzte a Nyíregyházát, és 3-1-es összesítéssel megnyerte a finálét. A szezon utolsó találkozóján az első két szett szoros küzdelmet hozott, de mindkétszer a címvédő kerekedett felül. A nyitó játszmában 21-21 után már csak a fehérmezes csabaiak szereztek pontot, így 25-21-jel a BRS-e került előnybe. A második felvonás még kiélezettebb csatát hozott, de a vendégek jobban koncentráltak és 25-23-mal megduplázták vezetésüket. A harmadik játék részben Kormos Mihály együttese már esélyt sem adott ellenfelének. Az utolsó pontot Lucia Fresco szerezte, a BRS-e 25-14-jel gyűjtötte be a 3-0-ás győzelmet. Úgy gondolom, az előző mérkőzésen otthon sikerült 3-0-ra nyerni, és ez nagyon feldobta a csapatot, főleg az előtti vereség után. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a lányok megint kitettünk magunkért, és úgy csináltuk, mint otthon. Minden erőnket bevetettünk, és a taktikát követtük természetesen. Kormos Mihály együttesét mintegy 500 szurkoló kísérte el Nyíregyházára, így a drukkerek a helyszínen is a részesei lehettek a sikernek. A csabai lányok a mérkőzés után megkapták a megérdemelt aranyérmeket és a bajnoki címet jelképező trófeát. Az ünneplés azonban nem ért véget. Szombat este a megyeszékhely főterén, a Városháza előtt köszöntötték az aranyérmes csapatot. A Szent István téren felállított színpadra egyesével szólították a bajnoki címet megszerző együttes tagjait. A BRS-e Kormos Mihály irányításával nyerte meg az újabb aranyérmet, aki a sérülések ellenére is győzelemre vezette a csapatot. Át kellett dolgozni a taktikánkat, és nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy az egyik pillanatra a másik pillanatra csapat váltani tudott,
és ugyanolyan elszántsággal és határozottsággal, önbizalommal mennek ki a döntőnek, Linár nélkül is. Tehát abban a pillanatban, amikor kiderült, hogy ő már nem fog játszani a bajnoki döntőn, a csapat váltott, és akkor nélküle nyerünk. A csabai klub hosszú utat járt be, hiszen az első aranyérmet még szinte esélytelen csapatként nyerte meg. Azóta azonban minden bajnoki kiírásban a BRS-e bizonyult a legjobbnak. Fokozatosan elkezdtük azt az utat járni, hogy nemzetközi kupa szereplésbe gondolkoztunk, és most eljutottunk odáig, hogy immár nemzetközi szinten is sikeres a klub, és zsinórban ötödjére nyerte meg a magyar bajnoki címet, ami úgy gondolom, hogy egyedülálló teljesítmény. A Vihalsarki Egyesület célja, hogy folytassa a megkezdett sorozatot, és ősztől már a hatodik bajnoki aranyéremért harcolhat majd. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!